Sziszka vagyok. Ebben a videóban szeretném nektek bemutatni az Alphacare szőlőmentes dohányát. Magáról az Alphacare-nek a beszerezhetőségéről annyit mondanék, hogy most már hazánkban is elég sok helyen kapható, hogyha a közeletekben lévő kis üzlet, kis dohánytrafikban nem kapható lenne, akkor szóljatok a kereskedőnek, vagy a Pannon Tobacco Kft-nél, ami egy dohánynak kereskedést tudja beszerezni, és így ti is meg tudjátok vásárolni majd. Az ára az olyan 1400-1600 forint körül mozog, attól függően a sima Alphacare-ek egy kicsit olcsóbbak, azok most olyan 1490 forint per 50 g-os doboz, a Golden Alphacare pedig egy fokkal drágább. Sajnos hazánkban ilyen kis vödrös 250 g-os kiszerelés nem kapható, csak 50 g-os kis dobozt lehet venni. Maga a dohány nedvessége az olyan kellemesnek mondható, az alábbi videón is láthatjátok. Ez a doboz nekem már megvan egy ideje, így annyira nem nedves, picit már kiszáradt sajnos, de amúgy, ahogyha frissen vásároltak Alphacare-t, az jóval nedvesebb lesz, szinte tocsogni fog a melaszban. Az aprítottságára nem lehet panasz, szintén láthatjátok, illetve elvétve volt, hogy egy-egy nagyobb darabot találtak benne, de amúgy szerintem pont jó az aprítottsága. Nem túl apró, nem túl nagy darabos. Maga az illata, amikor az ember kibontja, hát inkább a szőlő dominál, tehát ahhoz képest, hogy a mentának mennyire karakteres, jellegzetes illata van, ahhoz képest az illatából így a szőlő dominál, a menta pedig olyan kellemesen kiegészíti. Nagyon kellemes, friss ez a párosítás így együtt, nagyon jó illata van. Maga az ízét pedig nézzük. Nagyon kellemesen hűsít. Az íze az illatához nagy mértékben hasonlít, egyedül olyan eltérést fedeztem fel, hogy sokkal szőlősebb. Tehát az illatán jobban érződik a menta, mint az ízén. Ez mondjuk inkább ennek a gyári mixnek az előnyére válik, ugyanis az Alphacare-nek a sima szőlője nagyon édes és nagyon szőlős, tehát inkább olyan émeítően édesek mondanám, hasonlóan a görög dinnyéhez. Így ez a kis menta benne, mert nagyon kevés menta van benne, pont jól kiegészíti, és azt a túl édes kés íz egy nagyon kellemes, közepesen édes és mégis kis mértékben frissítővé változtatja. Jaj! Kicsit mozgatok a szeneken, mert ugyebár érdemes egy kicsit időnként mozgatni körbe-körbe. Maga amúgy most egy különleges Sahler Mini Funnel van, egy Nargilem MP 450-essel, aminek kicseréltem a tárcáját, és egy mosható Namor szívócsővel tesztelem amúgy ezt a dohányt. Nagyon kellemes. Én főleg édes párti vagyok, tehát nagyon szeretem az édes dohányokat. És ez a szőlőmenta, ez nagyon jónak mondanám. Most majd jön a nyár, jön a meleg, mindenféleképpen ajánlott egy ilyen 50 g-os szőlőmentának a kipróbálása, mivel a menta az nagyon kellemesen frissi, de mégis a szőlő dominál, és az adja meg ezt az édeskés ízt. Füst tekintetében is teljesen jó, nagyon szép tömör nagy felhőket lehet vele fújni. Maga amúgy így az Alphacare-ek minifunnel kerámiákban egy jó órát, másfél órát bírnak, sima egyiptomi kerámiában akár két órát is elérhetünk, medium funnelekben pedig akár két és fél három órás tömés is lehet. Vortex kerámiában olyan másfél-két óra között szokott lenni egy tömés, tehát bőven kibír két körszenet. Az íz amúgy nagyon jó, erős, jól érezhető, mind a szőlő, mind a menta nagyon jól kivehető. Itt nem lesz olyan problémánk, hogy nem érzem az íz, csak jön a füst. Nagyon jól érezhető, szőlő és menta tökéletes elegye. Én így jellemezném ezt.
és nagy előnye még ennek a márkának, hogy nem gyengül az íz. Tehát a 3 órás tömésnél elképzelhető, hogy 2 és... Mikor máskor merülne le ember? No, visszatérve a teszthez, már csak az összesítés vagy az összegzés maradt le. Nekem ez a dohány, hát egy, nekem ez a 250 g-os doboz ez elég gyorsan elkezdett fogyni, és szerintem gyorsan is fog fogyni, mert nekem nagyon megtetszett ez a dohány. Tényleg az, hogy a szőlő dominál, de mégis érződik a menta, ez egy nagyon kellemes elegyet alkot. Nagyon jól eltalálták a gyárban, hogy mi a pont, mi az ideális arány. Sokáig bírja, mindenféle kerámiában nagyon jól tömhető. Így én összegzésként egy olyan 10-es skálán, egy olyan 8-8,5 pontot bátran adnék ennek a Alphacare szőlőmentának, mert szerintem megérdemli. Nekem nagyon ízlett, nagyon finom volt, és igazán azt tudom tanácsolni, hogy szerintem próbáljátok ki, főleg nyáron, vagy amikor olyan nagyobb meleg van, akkor érdemes egy kellemes ilyen hűsítő tömést tömni ezzel a dohánnyal. Hozzáinni valónak én valami édesebb szörpöket ajánlanék. Esetleg, aki nagyon extrémen szeretne próbálkozni, az megteheti azt, hogy egy kis ilyen mentókristályt vagy mentaleveleket még tesz a tartályba. Én simán csak csapvízzel szoktam szívni, nem szoktam elbonyolítani a dolgokat. További hasonló videókhoz nézzetek el a vizipipablog.com vagy a vizipipafan.com oldalra. Sziasztok!